79-től 83-ig középiskolás voltam. És rendkívül jól éreztem magam. Szabadnak éreztem magam. Kötöttségek nélkülinek. Stabil volt minden az országban. Nem kellett semmitől se tartani. 10 évesen még másképp látja az ember a világot. Nagyon fiatal voltam, nagyon optimista, jókedvű, vállalkozó szellemű. Diszkóba jártunk. A városban volt vagy 5 diszkó. Minden héten új haverokkal, csajokkal ismerkedtünk meg. 82-ben indult a videódiszkó. Tévék voltak felszerelve a diszkóba, és a tévén videoklippek mentek. A diszkósok Bécsbe jártak ki, Bécsből hoztak videokazettákat, és betették a tévébe, és mentek a videószámok, és néztük, hogy jé, ez a Queen így néz ki, Michael Jackson, úristen, azt hittük, hogy nő, közben kiderült, hogy egy néger férfi. Központi jelentősége volt a diszkónak az én életemben is. Sokat táncoltunk. Hát az apuval is a diszkóban ismerkedtünk meg. Hát az én kedvencem a Whitney Houston volt, ez egyértelmű. Michael Jackson, George Michael. Nagyon jó volt a hangulat. Dallamos, funky zenék mentek abban az időben. 80-as évek az egy ilyen nagyon-nagyon nagy pezsgés volt. Minden megvalósíthatónak tűnt, semmi akadályt nem éreztünk. Teljesen szabad légkör lett úrrá. Tehát így ilyen nagy felszabadultság érzés volt. Hát a Kádár rendszerből én annyit éreztem, hogy nagyon szerettem. Tulajdonképpen nem láttam a hátulütőjét, nem tudtam semmilyen negatív történésekről. Szerintem nagyon komoly cenzúra alatt volt akkoriban a sajtó, de nem éreztünk semmi félelmeteset. Tehát a világpolitikában feszültség volt, de úgy egyébként itt Európában, meg Magyarországon nem. Nem voltak annyira, nyitottak az újságok, meg minden, úgyhogy nem tudtunk annyit, hogy hiányozzon. Tehát itt kicsit bezárt volt az ország, egy ilyen inkubátorban éltünk, és ilyen nyugalom szigete volt. Szüleimhez hasonlóan én is vágyódást érzek a 80-as évek iránt, még úgy is, hogy nem éltem abban a korszakban. Kisebb koromban a szüleim nagyon sok olyan filmet mutattak meg, zenét, amely az ő fiatalkorukat befolyásolta. Tehát egyrészt ez annak köszönhető, hogy a 80-as években voltak fiatalok. Nem tetszett nekik az utána következő korszakoknak a popkultúrája. Azt vettem észre magamon, hogy ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor egyszerre vannak erős emlékeim a 80-as évek képi hangi hatásairól, de mellette ott volt a 2000-es éveknek a kultúrája, mintha egy egybe mosódott volna. És ennek köszönhetően nagyon sok különbség van a tényleges kultúra és az általam kreált emlékek között. Azért esett a választásom a képekre, mint eszközre, mert ezek az archív képek maradtak fent abból a korszakból, és nagyon kevés videófelvétel volt. Ezek a képek egyrészt nagyon személyesek, és izgalmas volt a szüleim bőrébe bújni. Másrészt megtapasztalni, hogy mennyire más az én fejemben megalkotott kép, mint amit a szüleim megéltek akkor. És hozzám hasonlóan például a 2 évvel idősebb nővéremet is érintette ez a befolyásolás. Szóval eleve, hogy nekem nem önmagában jelent bármit a 80-as évek, egyszerűen csak vannak olyan mintázatok a gyerekkoromból, amik oda köthetők, és ezért gondolok rájuk nagyobb hangsúllyal, de egyébként mivel eleve nem akkor születtem, egyszerűen csak körbe voltam valamennyire véve vele, filmek meg zene által, ezért ez belekeveredik abba a korba, amelyikben én éltem. Ezek olyan tudatalatti dolgok, tehát, hogy megjegyeztem azt, hogy ilyen reluxán beszűrődik a fény, meg a fehér függöny, ami átenged, és mindig például, amikor ilyen filmekben hasonló díszleteket látok, akkor ez nagyon nosztalgikus élmény tud lenni. Meg erre vannak ezek az elméletek, hogy most érkezett oda az idő, hogy már elég régen van ahhoz, hogy ne lesajnálja a következő trend, hanem pont, hogy a hátára vegye, mint inspirációt, mert már elég távol áll, tehát, hogy újra hasznosítható távolságba került. Mert tényleg például a 2000-es években iszonyú ciki volt a 80-as évek, mert akkor még túl közeli élmény volt. És például most is visszagondolunk a 2000-es évekre, iszonyú cikinek tűnik. A nosztalgia az kétélű fegyver, nagyon óvatosan kell vele bánni, mert pont a személyes érdekeltség miatt tud veszélyessé válni. Az, aki használja, nagyon elvakul tőle.
A vak nosztalgia nagyon káros tud lenni, mert semmit nem tud mondani azon kívül, hogy vissza akarsz idézni egy kort, ami már elmúlt. Ezen a érzésébresztő hatásán kívül nincsen sok haszna. Vagy nagyon nehéz mondani róla valamit. Meg eleve az, hogy a múltban történt, tehát már lezárt. Szóval nincs benne a jelen bizonytalansága, emiatt kellemes múltbéli dolgokon rágódni, meg ezekkel körülvenni magad. És ez tökre érthető.